Az idei év második negyedévében a vártnak megfelelően gazdálkodtak a szekszárdi önkormányzati cégek. Ez derült ki a helyi gazdasági bizottság ülésén. Az Aliszka Terra, a vagyonkezelő, a sportközpont, a közművelődési Kft. És a távhőszolgáltató beszámolóját is elfogadták a grénium tagjai. Minden önkormányzati cégnél a rezsiárak emelkedése az jelentősen változtatta a számokat. A második negyed év még nem is annyira, de a harmadik negyed éves számokon már egyértelműen látszik, hogy milyen óriási többletkiadásokat jelent a rezsinek számoknak az emelkedése. A harmadik negyed év viszont már nem volt ilyen sikeres. Az elszabaduló energiárak miatt nehéz helyzetbe kerültek a vállalatok. A távhőszolgáltató például már hónapokkal korábban is csak az előző évi ár több mint háromszorosáért tudott gázt venni, sőt lesz, ahol külső segítségre lesz szükség. Hogy bizonyos cégeknél pont emiatt a áremelkedések miatt likviditási hitelekre is lesz majd szükség, hogy az átmeneti finanszírozást biztosítani lehessen. A bizottság döntését követően a beszámolókat csütörtökön a közgyűlés is tárgyalja majd.